kapcsolat a megképviselőjével. Viszont csak annyit szeretnék elmondani, hogy valóban elkészült az eljelentés, amivel a képviselő azt beszélt, de a képviselőtestület még nem döntött arról, hogy ezután az önkormányzati Kft. Ez alapján, a javaslat alapján készített, hogy készítsék el az ünnepi terveiket, vagy nem. Tehát ez csak egy kis megjegyzés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További hozzászólásra. Akkor, ha már kifizettük ezt a több millió forintot a hatástanulmányra, és el is fogadtuk, hogy be kell vezetni, tehát minimum a 2013-as évtől, de ha még erre sem érvényes, tehát nem tület meg akkor a kárti határozat, akkor javaslom, itt az alkalom, szavazzuk meg. Képviselőasszony azt mondta, hogy 2013-as évtől. De még akkor arra sem érvényes ezek szerint, mert nincs elfogadva. De meg addig el tudjuk fogadni, hogy addig érményben tudjuk érteni. Csak ahhoz meg kell tárgyalni, gyümölcsági és nem tudjuk szinten. Elfelejtkeztek? Akkor miért készítették el, nincs értelme ennek a 2012-es évi üzleti tervnek, ahogy a város éva szerint? Hát kívánok ebben darabolódni, és nem akarom hagyni magamat állandóan berángatni olyan mellékvágányokban, amelyek nem tartoznak soha az adott előterjesztéshez. Megvan mindennek a maga ott, hogy miért, de nem lóval állam készült el, teljesen normálisan. Ha valami gyorsan készül el, és gyorsan döntünk, akkor az a baj, hogyha normál ügymenetben készül el, akkor késlekedünk, bármit csinálunk, soha nem. Polgármester, december 17-én vagy 19-én a hatástanulmányt leszállított a cég. Azóta itt vagyok szeptember 5-én, és nincs benne a határozat, hogy a tanulmány minden elfogadtuk, de hogy bevezetésre is kerüljön. Ennek vagy hanyagság az oka, vagy nem különbség. Köszönöm szépen. Nem kívánok rá reagálni, hogy üzleti tervről kell döntenünk. Önnek van egy módosító javaslata, mintán további hozzászólási módon nem nevezett, tehát ne zárom. Ön módosító javaslatával, aki egyetért, hogy szerint számolásra működik. Kettő, igen, 9 nem egy tartózkodás mellett elutasítva. Akkor az előtti határozat javaslatot helyett egy javaslatot most már javaslatot helyett állat. Köszönjük szépen, 10 igen, 1 nem egy tartózkodás mellett az előtti határozat javaslatot elfogadva. Kettes napi rendben a hulladékos, hogy a hulladékos látomás elsősorban kapcsolatban kaptályos döntése. Helyzetben a tisztelt testületet, hogy az előterjesztést a BB augusztus 21-én megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy az esztárti javaslat alapján a határozati javaslat kettes munkával kerüljön törlésre, az egyes pont, pedig az egyes pontot pedig javasolja kiegészíteni következőkkel. Képviselőtestület hozzájárul, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú Adiesz Kft. Tagként részvételben az megalakulóval lévő közös közszolgálati gazdasági társaság 49%-os tulajdonosi körében szakmai befektető. A DB határozat tehát megvizsgálva javaslom azt módosítani, tekintettel arra, hogy az alapjóban lévő társaság törzstőkéről, a résztvevők számáról és itt a törzsbetétek mértékéről, teljesítésük módjáról nem áll pillanatnyilag rendelkezésünkre fontos információ. Ezért javaslom, hogy a Kft. Részvételét a gazdasági társaságban tárgyalassák le, azzal, hogy a további egyeztetések során körvonalazó információk alapján későbbiekben kerüljön sor a döntésre a tagi vagyoni hozzájárulás mértékéről és minden egyéb szükséges kötelezettségről. Ennek alapján a bizottság által az első pont kiegészítéseknek javasolt szövegrész törlésre kerülne, és a kettes pont a következőképpen módosulna. Támogatja az egyeztetési üzletrész szerzését, az egyes pont szerint létrehozandó közös közszolgáltató gazdasági társaságnak azzal, hogy A. A teljesítendő vagyoni hozzájárulás módjáról, mértékéről és esetleg felmerülő egyéb kötelezettségeiről a későbbiekben pontosan.
biztosítása kerülő információ alapján dönti el, továbbá Z, abban az esetben támogatja a üzletrész szerzést, amennyiben azt a KFT felügyelőbizottság is jóvágya, és minden az új gazdasági társaság alapítása mindegy abban való részével megfelel a vonatkozó jogszabályban foglalva. Tisztelettel kérem a képviselőt, hogy állva figyelje, és a testületet, hogy előre részt és a kapcsolatban természetesen a ISZKT-nek, ha van kiegészítmény, akkor hozzá lehetőség. Vagy csak azért már szóltam. Igazgató? Tudtán ennyit, hogy a létrehozandó gazdasági társaság működtetné a önömétes rendszerét, és tulajdonosként részt venni benne, mindenféleképpen fontos. A létrejöttének pedig szeptember 30-áig meg kell történnie, ahhoz, hogy a pályázaton részt tudjon venni, ez a létrejövendő konzorcium. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt testület, képviselőasszony. Polgármester úgy olyan tanulhatalmazást kap, hogy folytasson a tárgyalásokat, vagy egyeztetéseket. Kérdezem én öntől, hogy milyen forgatókönyv létezik arra az esetre, ha megalakul ez a, az a megalakuló ZRT például, nem nyerjen a koncepciós pályázatot, akkor mi lesz az a... Ilyen nincsen közös, mert már nyert. Most akar ezt megalapítani, nem? Vagy most akar megalakulni? Szóval be kell lépni. Igen, de a nyilvánvértes pályázaton, és ehhez szükséges nézetet. Igen, de ő majd meg fogja... Igen. Tehát a maga után. Igen. Kérdezem, hogy ha majd ez az érték például, hogy úgy értem, de akkor mi lesz akkor, hogy az ARS Kft.-nek a begyűjtés és a szállítási tevékenységével? Mert az önkormányzati tájékoztatóban szerepel, hogy az önkormányzatoknak jogokban áll a saját közbeszerzési eljárás folytassanak le, azzal a feltétellel, hogy mindenképpen az új létesítményben kell nekik a beszállítást elvégezni. Ez számomra azt jelenti, hogy a képviselőtestületnek, testület minden esetben az ARS Kft.-nél akarja tartani a begyűjtést és a szállítást. Jól látom? Ha jól sejtem, erre már kötöttünk szerződést, de hát az a cím nem zavarja a képviselőt, hogy nem probléma. Igazgatóul, tíz éve. Pontosan ez történt július 1-től, 10 éve szerződést kötött az önkormányzat a cégén. Az én dolgozatok a szemben. Hát nem tudom. Nem egy kérdez a szemüveget viselünk, ezt kétségtelenül. Köszönöm. További kérdés, vélemény? Ilyet nem látok. Miután módosító javaslata nem volt, és szerintem egyértelmű választott a képviselő asszonyról, hiszen ez a testület nem tudta arról, hogy bíz az, hogy ezt kárt, szerintem egyértelmű a választ. Tovább módászolásig én nem látok, a vitát nem látok. A határozati javaslatot azt hiszem, hogy a szavazásra azt, amelyet a hútvárért pontosítottam. Aki ezzel egyetért, a tányos a szavazat. Tíz igen, kettő tartózkodás már a tervkodásra. Létsítosan, mentesítosan, fedezett biztosítással, pedig ezt kell részre. A gazdasági bizottság mindig bizottság megtárgyalva, nincs egy bizottság a határozati javaslat átfogadásán helyesülje. Úgy látszik, hogy mások előtt minden tiszta, világos, és alaposan fel is készültek, tudják a választ. De én most a jelenlévő felügyelő bizottságoknak szeretnék egy pár kérdést föltenni, ha megengedik. Tessék.
első, hogy önök személyesen ellenőrizték a munkanaplókat, a munkabérek elszámolását és a beérkező számlákat? Nagy baj lett volna ezt is lett. Igen, kérdésem továbbá. Kérdésem továbbá, hogy az üzleti tervben szereplő 11 millió forintos közvetlen és vállalati költség mit akar? Meg tudják önök ezt mondani? Mert ugye elfogadásra javasolják, tehát ez a felügyelő bizottság határozata. Hatos számú mellékek. Köszönöm szépen. Nem fejezik, ja, bocs. Bocs, jó, igen. Tessék, parancsolj. Mondhatom még a kérdést? Persze, mert még az a két kérdés van. Ez a harmadik. A harmadik kérdés, hogyan alakultak a költségek 2011. december 31-ig terjedő időszakra? Ott is veszteség keletkezett? Úgy tudom, hogy a Tóth Imre, a felügyelőbizottság elnöke, Rabok Kéca úr és a Budai úr. Tudnak válaszolni, hogy az a 11 millió forintos közvetlen és vállalati költség itt akar? Mielőtt feladom a felügyelőbizottság tagjának a szót a igazgató. Utána az igazgató még nem fejezte be. Tessék szület befejezni, és akkor folyjon, hogy na most befejeztem. Jó. Olyan hosszú szünetet tartok, nem tudtam, hogy most ez... Nem, vártam a választ, hogy valaki választ ad. Majd én a felügyelőbizottságot kérdeztem, és nem a szarvasodat. Majd ő is megjön. Okay. Tehát második forduló akkor. Tudják, hogy a felülbizottsági tagok van-e ismeretük arról, hogy az elmúlt sikosságmegyesítésében, tehát októberről március 15-éig a géppark bérlése nettó 14 millió forintba került. Úgyhogy azok gyakorlatilag a gyenge filmet lényegében az udvarok álltak. Igaz-e, vagy felfigyeltek önök arra, hogy bruttó 5 millió forintot fizet az Aliaszkát 5 hónapra azért egy vállalkozónak, hogy figyeltesse az időjárást? Most már választ kaphatok bárkitől. Oké. Mielőtt bárkitől választ kapna, először szarvasulnak adom meg a szót. De nem szarvas volt az előző. Én nem hiszem, hogy a felügyelőbizottság tudnám válaszolni arra, hogy a tárgyalás költségek között mik vannak. Ilyen kérdés csak olyan emberhez, ezzel nem akarom a képviselő asszonyt megbántani, és semmit mondatokat sem akarok mondani, csupán azt, hogy körülbelül 50 féle költségből áll össze az általános költség, ennek következtével valaki fejből föl tudja sorolni, annak a főtére megeszem a kalapomat. A másik pedig az, hogy figyeltetni az időjárást, tehát ez megint annyira szakszerű kérdés, gyakorlatilag igen, figyeltetjük az időjárást. Ez a dolgunk, erre szerződünk. Ugyanis időben ki kell jutni az autónak, amikor még nem esik a hó, nem esik az eső, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az egész kérdéskör nem tartozik a mai témához. De azt elmondom, hogy feltételezem mindenki, aki Szigetszőmiklóson lakik, az érzékelte, hogy ezt a tevékenységet fogja. 59 millió. 59 millió. Egyenlőbbség felé kívánok reagálni. Egyenlőbbség, Budai képviselő. Köszönöm szépen, csak ennyit szeretnék elmondani, polgármesterről. Természetesen, amennyiben az indokol a felügyelőbizottság beszámol a képviselőtestületnek, erre vonatkozóan kapunk kérdéseket, a felügyelőbizottság a soros ülésen megvitatja, és amennyiben úgy van, és az ő hatáskörébe tartozik. Hallhatok kérdéseket? Természetesen, tehát ugye talán én nem fogom arra kényszeríteni Szarvas Tibort, hogy megadja a kalapját, mert úgy gondolom, hogy nem feladatom, és nem is kívánom minden részletét ismerni az Aliasz Kft. Működésének belső számait, adatait, egyebet, de minden eddig felmerült kérdésben a felügyelőbizottság tájékozódott, választ kért, ha kellett határozott, ezután is ezt tudjuk tenni. Köszönöm szépen! Köszönöm.
Köszönöm. A javás képviselő úr. Elmúlt nyelv is mennyire csapadékmentes volt. Ha ezzel az ősszel, ezzel a folytatásra számíthatunk, akkor én bízom benne, hogy komoly megtakarítást kérünk el, hiszen 45 millió forintról van most szó. Úgyhogy látom itt a tételes elszámolásokat, mivel a felején a teljesítés igazolásnak megfelelően, majd kíváncsi vagyok a félreteltére is, a csapadék mennyiségét, ugye összefüggésben a tételes elszámolásra és az összegeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdő, doktor úr. Nem feltétlenül lehet számítani, tudnék, lehet, hogy a csapadékos időszak az rövidebb lesz, ugyanakkor a gazdasági bizottság által, testet által elfogadott utca regiszter, ahova megrendeltük ezeket a szolgáltatásokat, nem elégséges, mindig minden évben újabb igények lépnek fel, és egyre arra is választanak, hogy ezért vannak a költség túllépése. Mert amikor leesik egy nagyobb hó, nem csak ott kell eltakarítani a havat, amit a szerződésünk van, hanem plusz költségekkel is lépünk be. És ez plusz költsége. Köszönöm szépen. További kérdésével a részvételben lett. Orvosítói indítványtán volt. Tehát további igazászlási nincs, tehát az állam gondosítmány nem volt, eredeti határozott javaslatot teszek a szavazásra. Így, igen, egy nem, egy tartózkodás mellett elfogadások között. Köszönöm szépen. Egyes napi rendőrpont lakások és nem lakás kérel szolgáló helyiségei bérbeadásával és értékesítésével szóló rendeleti módosítása helyett a testületeket a DB megtárgyalta és határozott javaslat elfogadását javasolja. Tisztelt a testületé a szó, kérdésére a miniszterétel van ezt. Barabás képviselő. Köszönöm. Az lenne a kérdés, hogy a hivatalban helyére, hogy ebben az évben, 2012-es évben, körülbelül számszerűsítve hány lakás, tehát bérlakás iránti kérelem érkezett a hivatalhoz. Hivatal. A tudja köszönöm az ott polgármester úr, szeretném tájékoztatni képviselővel, hogy nagyságrendileg ilyen 10-20-as számot tudok számot adni. De pontosabbat okoz utána tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés vélemény van-e? Észrevételeseket? Ilyet nem látok. Hozzászólás igény nincs. Tehát lezárom a határozott javaslatot veszem. Kettő nem mellett elfogadásra került. Köszönöm szépen. József Attila lakótelepben lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítése. Nem voltál itt. Most eladásról van szó. Eltaláltam? Már eladásról van szó, te nem értékelésre. Cifrau. Igen. Tessék szíves elindulni, és aztán majd képviselő lesz akkor. Nekem? Igen. Mert? Nem kell beleszólni ilyenkor, nem ezt körülbelül. Ja, jó. Igaz, hogy 50 millió hótakarítás, ez kicsit el. Meg mindenki más, és nem is ide lehet. Egy éjszem, de mindegy. Köszönöm szépen. Képviselő, ha nem minden le, hogy egy szakcég adott volna értékbecsülést, akkor nagy baj, nem tudták, hogy tudják, hogy tudják.
megkérdezésnek van, és a próba elkezdését választás, ennek nem kell lenni. Természetesen ő végezte az értékesítést. De ebben az öntésben már ön is néztem az annak idején, mert elfelejtettek. Azt is elfelejtett, hogy a bizottság tárgyalt a sikerült esetleg. De természetesen a vállalra a kérdésre választott. További hozzászólás. Ez így figyelmeztetek? Mert igazat mondtam. Mert egy napsa kérdésen az, hogy van is olyan. Az értékesítéssel kapcsolatban semmilyen döntést nem tud támogatni, ami nem arra irányul, hogy az önkormányzati vagyon pályázat nélkül kerüljön értékesítésre. Köszönöm. Most gazda módjára. Ne haragudja, még egyszer, mert nem hallottam fontosan. Na, tudom, hogy önnel is előfordul, hogy nem ide figyel. Én azt mondtam, hogy nem ugye, hanem azt, hogy nem hallottam fontosan. Akkor nem csak szemüveg kell már ezek szerint. Mit leszik mondani? Akkor már nem csak szemüveget kell beszerezni. Akkor meg is erősítettem. Tehát semmi döntésre nem tudom támogatni, ami arra irányul, hogy az önkormányzati vagyon pályázat nélkül kerüljön érdekesítésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő asszonynak ez nem módosító indítványa, hiszen lehetősége lesz nem kell szavazni, tehát ki tudja fejezni a ezáltal véleményét. További kérdés vélemény van-e? Sanyikám, ezt a nevet vegyük meg. Vagy még egyszer nyomok képviselő asszony? Nem? Jó. Akkor csak megnyomok. Köszönöm. További hozzászólási részt nem látok. Vitát lezárom. A határozati javaslatot teszem a szavazásra. Tíz igen, kettő átmenet elfogadásra került. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk az egészségügyi területek. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló nagy összeg, ugye, valamennyi képviselőnek, és arról a
képviselőtestületben az új módosítás szerint, én ezt olvasom ki, nincs benne az, hogy az egyes képviselő javaslatot tenni, nincs benne az, hogy ez kötelező elég lenne, a képviselőtestület úgy, ahogy például egy sporttámogatásnál határozott keretösszegre úgy fog ez esetben is dönteni. Semmi éppen nem tudom ezt elfogadni, és kíváncsi vagyok, hogy mi indokolja ezt a módosítást, illetve ez kinek az ötlete volt. Ez az egyik. A másik dolog meg az, hogy ha már folytatjuk ezt a gyakorlatot, akkor a polgármesternek is van egy kerete, az az összeg nagyobb, mint az összes képviselőnek együttéve, és ez az összeg is meg tudja hozni a képviselőtestület a képviselői keretre, fogadja meg a polgármesteri keretre, így lenne szép és igazságos a rendszer, és méltán is valamennyi képviselő lesz ennek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jelenti azt, hogy... A képviselőtestületekkel kapcsolatban már korábban is jeleztem a polgármester úr felé, hogy ez nem teljesen jogszerű, ahogy a képviselői keretek felhasználása folyik, illetőleg mi próbáljuk ugye minél jogszerűbbé tenni, tehát itt nagyon sok probléma adódott abból, hogy bizonyos esetekben például egy játszótéri eszköz beszerzésnél, ahol a közbeszerzési eljárást kellett mondjuk lefolytatni a képviselőtestületnek, utólag egy közbeszerzési eljáráson kívüli képviselői felajánlásból származott ugye játszótéri eszköz beszerzés, amit ugyanúgy a közbeszerzési értékhez, értékhatárhoz hozzá kellett volna számítani. És ezt már korábban egyébként az ÁSZ is jelezte, hogy a képviselői kereteknek a felhasználása az nem teljes mértékben megfelelő. Most pedig a nyár folyamán a kormányhivatalnak a hivatásával beszéltem, aki feltette a kérdést, hogy leírja, hogy a törvényeségi észrevételt legyen a rendeletünkre vonatkozóan, vagy pedig beterjesztjük a képviselőtestület elé a rendelet módosítást, és elfogadja törvényeségi észrevétel nélkül a képviselőtestület. Én mondtam, hogy természetesen megpróbáljuk beterjeszteni törvényességi észrevétel nélkül a rendelet módosítását, tehát amennyiben a képviselőtestület ezt nem fogja elfogadni a rendeletnek ezt a erre vonatkozó módosítását, akkor biztosan a törvényességi észrevétel el fog érni a kormányhivatal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen? És ez nem jelenti azt, hogy a képviselő... Tehát ez nem jelenti majd azt, hogy a képviselő nem rendelkezhet a keretéről, mert nyilván, hogyha az egyik képviselő rendelkezhet, akkor a másik is rendelkezhet. Majd ezt a képviselő testületnek jóvá kell hagynia. Tehát ez a lényeg. De ettől függetlenül a képviselő javaslatára ugye a szerintetésről készülnöm, hogy miért legyen felhasználva a keretőszer. Sem lehetőleg, mivel minden képviselő tudja, hogy van egy keretösszege, így el fogja fogadni a másik képviselőnek a javaslatát. És mint említettem, én először rendelkeztem a képviselő keretemről, és már jött egy szigorítás. Tehát én ezt így fogom föl, és hogyha a jegyzelszónak az észrevételeit tovább viszem, akkor szigorítani lehetem úgyis a rendeletet, hogy a meghatározott célra, hogy kísértékű eszközvásárlásra fordítható képviselő keretet behatároljuk, pontosan megjelenik, hogy mi az az összeg, ami ugye nem közbeszerzés köteles, mik az a kísértékű eszközbeszerzések, és már is ki lenne végre a játszott tér fejlesztésre vonatkozó kifogás a kormányhivatalhoz. Köszönöm, Jelző Asszony. Abban szép, a 100%-ig biztos vagyok, hogy nem az ön felajánlása indította a kormányhivatalt arra, hogy ezt a rendelet módosítási szándékot jelezzék, mert folyamatosan is kerül a rendeleteket, és a költségvetési rendelet számát említette meg a kormányhivataltól az
illetékes személy, és nem az ön felajánlására, hanem a rendeletben foglalt paragrafusra hivatkozott, ami kifejezetten a képviselőkéretekről szól. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás kérdés van-e? Ilyet nem látok, amit elvárom. A rendeletet előzött, köszönöm fel a forradását. Igen, egy nem kettő tartózkodás mellett elfogadásra került. Köszönöm szépen. 9-es kapjának a beszámoló 2012-es költségvetés elfogadó pénzügyi teljesítéséről. Egyéb bizottság megtárgyaltam, nyilvánvalóan járatkoztam a kapjának. Közgazdász diplomáim vannak, először is a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán szereztem diplomákat, majd kiegészítő diplomát szereztem a Corvinus Egyetem, illetve a Pécsi Tudomány Egyetemen. Köszönöm szépen, és te hozott a csapatban jó munkát kívánok. Közös megelégedés. További kérdés félelmére van-e? A napjelenti pontot. Ilyet nem látok a vitát lezárni, a határozati javaslatot teszem föl szavazásra.
Szüvetszentúra, Muszka, Városrészenek, Fejlész csatornálására, Fejlész tisztetek, Feltenek, Bőrítés, Szomény, EU pályázat, megvalós kapcsán a Muszka, Vizitőbiz társulat, Kutás szerződésére, döntés, pénzügybizottság természetesen megtárgyalta annak megvalós módot, határozati javaslat, elfogadását javasolja. Kérdés, hogy észrevétel ezzel kapcsolatban van ki, mondjuk a viágyelőjén köszönöm szépen. Kérdezni akartam, hogy alapjában véve nekünk nincsen más választásunk, mert a pénzügyi bizottság döntése gyakorlatilag azt sugallja, hogy ha tetszik, ha nem gondolom, hogy átbeszélték ezt a dolgot tövéről ennyire, de nincs más választásunk. Lenne az a kérdés merül fel, hogy vajon csak az OTP létezik-e, igen szemintoson, akivel szerződést lehet kötni, csak az OTP létezik-e, akire több mint 5 milliárd forintot rá lehet bízni, és nem lehet akár ezt valakot tárgyává tenni, mert nehezen tudom elfogadni ezeket a diktátumokat, mert ez arról nem szól, hogy esetleg kedvező feltételekkel fogjuk majd valamikor igénybe venni, hogyha kedvezően változnak a viszonyok. Gyakorlatilag ebben az van leírva, hogy bármi változik, nekünk mindig minden drágább lesz. Ennek, amit most elmondok, nincs közel Muszka csatornához, abban a tekintetben minden támogatókat mennyi rendben van, de én azért azt gondolom, hogy ez elgondolkodható, hogy nekünk ugye hosszú évek óta az OTP egy kis kanyarra, mert volt... Próbálkoztunk. Volt kanyarunk, igen. Mindig az OTP kezeli az önkormányzat pénzét, és azt gondolom, hogy ez az OTP-nek nem olyan rossz dolog. Nehezen tudom, illetve nem is tudom ezt a fajta, megint csak azt mondom, hogy diktátumot elfogadni. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egyébként visszaélnek az adott helyzetbe. Mert ugye a lakástakarék használt is rájuk bíztuk, azt is ők kezelik, most pedig diktálják a tempót, hogy mikor, milyen változások után mennyit fogunk fizetni, még tudni. Köszönöm szépen. Bankosan, hogy szeretnek diktálni. Inkább utolások. Természetesen a kérdésekben a választ nincs, hogy a dolgokéban létezik. Köszönöm szépen.
szépen. A képviselőtársamnak az agályai. Én is úgy gondolom, hogy bankokhoz fordulni a legrégső esetben a legutolsó eszköz kell, hogy legyen. És hogyha elolvasom ezt a 8. pontot, ami a bankoknak egy szerződési feltétele, akkor itt jogosult egy oldalra módosítani, hogy a pénzpiacban, meg a kamatokban, szinte az időjárás, hogy megint valami változás történik, és ebben a csapdában, amikor egyébként mindenki szabadulni akar, hogy önként belesétálunk, akkor igencsak elmondhatható, hogy annak ellenére, hogy ezt a cél valóban meg kellene valósítani, hogy az utcán áros közben a csapdában legyen, de milyen áron, milyen feltételekkel. 6 éve tölti ki ezt a ciklust, hogyha egyre veszünk. Hogyha 6 év alatt minden évben az 5-6 milliárdos városi bevételben akár csak 1 milliárdot el lehetett volna erre célra fordítani, már rég megvalósulhatott volna, itt meg még mindig olyan hitelfelvételeket kell fölvegyünk, ami hosszú lejáratú, olyan feltételekkel, hogyha saját pénzük lenne állítani, egyik se írna alá ezeket a szerződéseket, én sem, és itt ilyen bankáltal diktált szerződési feltétel elfogadni, hogy zokszó nélkül, tehát szerintem felelős ember nem tud, ugye ezt én sem tudom támogatni, teljesen más lehetőségeket kellene vizsgálni, de ezt a banki feltételt csak úgy zokszóra elfogadni, ezt nem szabad, ez semmiképpen nem szabad. Köszönöm. Oké, köszönöm szépen, képviselő asszony. Keményen. Köszönöm. Hát összességében én is etikátlannak tartom az OTP-nek ezt a módosítását, hiszen valóban a hiteligérvényben nem található semmilyen utalás, hogy ilyen feltételt fog még berakni, és bizony a deviza hitereknek, a hitelek alakulásának a fényében ez nagyon rémisztően hangzik. Kérdésem, hogy a társulat, illetve a tagok elfogadták-e már ezt a 8-as pontban meghatározott feltételeket, hogy ha a OTP emeli egyoldalúan a hitelkamatokat, költségeit, akkor ezt át kell, hogy vállalják. Tehát ezt elfogadta már a társulat? Igen. Folytatnám. Mindazonáltal, ami ebben az OTP elvárásra vonatkozik. Ennek ellenére nem lenne jó, hogyha ezt az akadályt most nem vennénk be, hiszen a lakosság a jelenlegi konstrukcióban jelentősen kevesebbet fizet, mint akik aktuálisan egyőszegben befizetendő közműcsatlakozási díjat és a hosszabb távon a további fejlesztéseket fogja megnyitni gyakorlatilag, hogy ez a beruházás megtörténik. Tehát a másik dolog pedig, hogy az urak itt pedig lényegében összetehetik a két kezüket, hogy a 10% alatti önkormányzati erővel megoldódhat egy urak infrastruktúrás probléma, amelyet a település fejlesztési politikájuk vezetett, és jelenleg emiatt nem lehet csatlakoztatni a sportcsarnokat a hálózatra, emiatt nem lehet a normális építési engedélyt kiadni. Még ott sem, ahol a település csatornával ellátott részei már lehetne. Nem beszélve a talajterhelés 41 millió forintos pénzbírságáról, a környezeti károkról, a szennyvízbírságokat már említettem. Szerintem már az egész lakosság is azt várja, hogy bármi áron ez a beruházás meginduljon. És pillanatnyilag én is azt javaslom, hogy ugyan nem korrekt a banknak ez a pótolatos fotolatos kérésem vagy előírással, de mindezzel együtt ezt a rizikót bevállalnám, hogy minden hamarabb kezdjük el. Köszönöm. Várjuk is elhasználni a sorvának a döntés. A lány képviselő úr. Köszönöm, visszakanyarodva az eredeti témához. A kérdés azért felmerül bennem, hogy akkor most, ha nem lenne hitelígérvényünk, akkor nem lenne kölcsönünk? Ha nem lenne kölcsönünk, akkor nem lenne csatornánk? Akkor nem lenne Európai Uniós támogatásunk? Nem kezdenék bele hosszú fejtegetésbe, de azért ez elég messzire vezet, hogy miért kényszerül egy bank egyébként, vagy a bankok ilyen lépésre egyrészt. Másrészt
akkor mondta, hogy folytatja a hozzászólásom, nem folytatta az önálló hozzászólásot, mert én viszont azt gondolom, hogy bankokhoz fordulni kell, ha adott a helyzet, és ez az a helyzet, amikor bankhoz fordulni kellett. Mindemellett én továbbra sem, és nehezen tudom elfogadni az ilyen jellegű feltételeket, és továbbra is azt mondom, hogy adott helyzetben, amikor nekünk kell döntést hozni, akkor el lehet, vagy el kell gondolkodni azon, hogy itt választ partnernek Sziget-Szentmiklós város önkormányzata. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, képviselő úr. Köszönöm szépen, képviselő úr, hozzászólásom, mondatom, hogy egy kicsit kicsavarítottak, mert azért nem tudom magamra tartani ezt, amit mondani szerettem volna. Képviselő úr azt mondja, nem, és nem. Vizsgáljuk meg a lehetőséget, és akkor itt abba hagyja. Mint ahogy ezt korábban is mondtam, hogy a szép dolog tiltakozni valami ellen, mert valami azt mondja, hogy nem jó, de hogy sose mondjuk nekünk, hogy mi lenne jó, ez egy nagyon kényelmes, átradőrös álláspont, és aztán utána mondjuk a kritikáltak folyamatosan. A képviselő azt, hogy most fölmentem, mert korábban ő is ezt szokta tenni, de most határozottan kiálltam, mert hogy folytatni kell. Képviselő az nem, átradőr, nem és kész. Attól függetlenül, hogy azt el szeretném mondani, hogy egy picit irritál az a dolog, hogy ide jön kettő ember, alig van itt két éve, és folyamatosan mutogat vissza az elmúlt 10 évre. Hogy gondolják, hogy ez korrekt megoldás? Nem. Korrekt megoldás, én nem kritikát mondani arról, amikor azt se tudták, hogy hol van Sziget-Szentmiklós. Ezt azért úgy gondolom, hogy a képviselőtestet 1995-ben így működött, azért nevében kikérem a helyen. Köszönöm szépen. Szép volt. Rövid leszek, hogy a Péternek szólni, hogy én 1986 óta dolgozom itt különböző funkciókat, és az OTP az mindig egy rendes partner. Az. Én leteszem mellette a voksomat, hogy lehet itt elmondok neveket, bankokat bevonni, meg megvizsgáztatni, meg egy évig pályáztatni őket. Az OTP egy mindig korrekt partnere volt az önkormányzat. Most miért rúgjuk föl ezt? Szerintem most is korrektek, és hogyha ezt be kell írni, mert ilyen a gazdasági környezet, akkor be kell írni. Akkor nincs is. Akkor, hát, hogyha én kölcsön adnék valakinek X összeget, akkor én is körülírnám, hogy mi van akkor, hogyha el lehetetlenülsz, mi van akkor, hogyha ezt csinálsz, azt csinálsz, amaz csinálsz. Ez egy, aki pénzt ad, az nyilvánvaló, hogy védekezik. És szerintem ez abszolút a pénzükben elfogadott teljesülés. Köszönöm. Megmondom, hogy miért vagyok kritikus, itt a Pec Péter oda reagálva. Hát azért vagyok kritikus, mert a mi választóink az elszámoltatást kéri, és bizony is te akár a korábbi ciklus nézel, akár a mostani, a korábbi ciklus nézel, bizony itt vannak dolgok, amikbe fel kell emelni a hangunkat, és képviselni kell nem csak a választóinkat, hanem a hitelességet, ezt a politikát, amit elvállaltunk. Ez az egyik. A másik meg, hogy én említettem, hogy hogyan csináltam volna. Hogyha egy 6 éve ciklust vezetnék, úgy csináltam volna, hogy minden évben elkülönítettem volna egy alapot az utaknak, egy alapot a csatornának, és így tovább. És nem lenne az, hogy teljesen ki vagyok szolgáltatva, ez az egyik. A másik dolog az, hogy visszatérve a város költségvetésére, hát csodálni való költségvetésünk van. Csodálni való az, hogy ebben a válságban sem csökkentek az adóbevételeink, sőt, még bizonyos szempontból még növekedés is érünk el. Erre mit kapnak a választóink, mit kapnak az állampolgárok, még csatornájuk sincs. Akiknek még van csatornája, meg nem tud bekötni. Hát, már melegben az, hogy hátradőrhetünk és kényelmesen beszélgethetünk erről és arról a témáról. Itt bizony nagyon komoly feladatokat kellett volna eddig megcsinálni. Önök nem 2 éve vannak itt városvezetőként, hanem már 6 éve. Úgyhogy ezért is nem kritikus, és ezért sem kell most sértődni, hogyha bizonyos pontokba felemelni a hangon. Köszönöm szépen.
részem, mert nem vagyok megsértődve. Képviselő úr előtt előtt a lehetőség, hogy polgármester legyen. Nem akar senki polgármester. Helyzet csak meg kell nyerni a választást, és utána majd olyan alapot képezzük, amilyen jól nap vár. De nem szeretnék cinikus lenni természetesen. Én azt gondolom, hogy természetesen az ellenzéknek az a dolga, hogy virányom a többséget. Csak az a jó, hogy nem zemagógi módon teszi, hanem reális kézzelfogható a hivatókkal. Köszönöm szépen. Jaksa, képviselő asszony. Köszönöm. Tisztelt képviselő úr. Válaszolva, amit felvetett, ugye kritikaként, hogy két éve vagyok itt. Egyrészt nem biztos, hogy mindent azt tud legjobban, aki ebben a városban született. Gondolja, hogy a két évvel ezelőtti életemben, ami ugye nem rövid, hogy becsukott szemmel éltem, és nem láttam, hogy mi folyik más városban, nem tudtam összehasonlítani a miklósi állapotokkal. De hozzámondanám még önnek, hogy lehet, hogy van egy képviselő, aki itt ül 10 éve, 15 éve, és még mindig megjött tól a tudás. 21. Én meg 2 év alatt már megosztam. Lehet. Ezzel a területen is. Nem beszélve arról, amit már összegyűjtöttem más területen. Úgyhogy ez a kritika mindig jön ez a két évvel. Nem az óvodában vagyok. Ha érvelni kell, akkor érvelni el, és nehezen jövök két éve. Mert ez nem álljátok a helyét. Nem az idő múlik, tudja, hogy ki mennyit tud. Van, aki megtanul egy a tananyagot egy óra, valakinek még 10 év sem elég. Köszönöm. Nem tudja átadni a feladat, 5 nap alatt sem, de hát ez egy más kérdés. Mert képviselő úr pedig kívánságait. Kérem! Teljesen igaz vagyok. Nagyon jó volt a kedves képviselő úr. Ahhoz, hogy itt ilyen szépen szónokoljon, körbe kellett volna nézni, hogy azokat, akik mit tettek ezért a városért, a korábbi időszakból, hogy ez a város el tudja látni saját magát bizonyos adónemekkel. Körbe kéne nézni, ki mit tett érte. Mert ő csinált egy nagyon frankú játszótelet 300 forintból a város pénzére. Ez volt a legjobb cselekedete, és öndől hátra mindig a székébe, mert azt mondja, hogy nem jó, de hogy mi a jó, és akkor van. Miért nem mondja a jót? Akkor talán kicsit körbe kéne nézni, hogy ki mit csinált ezért a városért, miket csinál, miket tett azért, hogy ennek a városnak ilyen bevétel legyen, és akkor utána tessék vagy jelenni. Kedves képviselőasszony, polgármester előtt akarom, mert hogy ki hogy tanul, meg hogy tudja, hát azért itt a folyamatos tudatokkal, amik elhangzanak, hogy sajnos 2 nap alatt, 3 nap alatt nem tudjuk áttanulmányozni a jogot, ezt nem tudom, hogy a tanulásra visszavetethető-e vagy nem, de én úgy gondolom, hogy az, hogy valaki 2 évig részt vett egy testet munkájába, és úgy csinál, mintha az elmúlt 20 évet az teljes mértékben átlátta, és tudnám, hogy mi volt a történet. Honnan indultunk el, és hova jutottunk el. Ez itt a probléma, és amit polgármester is mondott, egyetértek a megtérésével, lehet kritikát gyakorolni, de nem demagóg módon. És önök ketten ezt csinálják folyamatosan. Semmi más. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Engem meg megint behúztak a csődelbe, nem kicsit. No. Állatosan, mert már megint van az előteresztésről beszéltünk, hogy érdemi hozzászólás van ki még az előterjesztéshez. Amitől ilyen jelleg igényt nem jelent, módosítva most nem volt az állam. Az eredeti kalandárlati javon lesznek különös szavazása. Bólogató Jankó. 10, igen, 1 nem, 1 tartóztatás mellett elfogadásra kell. Köszönöm szépen. Hogy állunk? Tartsunk születet? Akartam? 5 perc technikai. Tisztelt testület! Kérlek, folytatnánk a következő napirányi pontnak. Karlos úr jelzte a szünetben, hogy szeretném bennünket megnyitálni egy eseményre. Kérem, ezzel köszönnek, Karlos. Köszönöm szépen a lehetőséget, és egy hagyományteremtő akcióról lenne szó. Szeptember 29-én egy Aries nyíltnapot tartunk az Aries telepején. Ennek a célja az, hogy
beszélgessünk olyan körben is, amikor nem mindig arról beszélünk, hogy milyen volt az üzleti tervezés, az elcsalás, bár azon is lehet már beszélni. A dolognak van egy hátsó része is, ami abból áll, hogy a Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség szeretné, hogyha a hulladékgazdálkodók napja lenne ezután szeptember 29-én, és felkérte az ország hulladékszállító cégeit, hogy vegyenek részt ebben az akcióban. Történetesen a mi elképzelésünk az nem ebből eredt, hanem abból, hogy a Kékfa volt egy nagyon jó családi nap, ahol megjelent a 1000 ember, és ami hasonlót szeretnénk az ARS-nél is. Ebben lenne egy olyan műsorszám, mondjuk így, ahol kukás autót kellene elhúzni időre az általunk szolgáltatott területek városok képviselőtestületeinek. A kiválasztott 5 ember lenne a versenyző. Szigethalmon már elfogadták a meghívást, Halászterre majd most fogjuk személyesen átadni, és természetesen erről megjelennek majd a városban szórólapok, plakátok, illetve hát felkértük már előzetes beszélgetésekben a rádió tévét. Várható egyébként, hogy az OHÜ, az az országos hírmondókat, illetve tévéket is megmozdítja, aztán hogy ide jutnak-e Szigetre Miklósra vagy nem, azt nem tudjuk. Várjuk a gyerekeket, mert különböző környezetvédelemhez köthető játékok, illetve tevékenységek lesznek, úgy lesz tigrehintó a gyerekeknek, játszó, vízjátékok, és így tovább. Tehát és lesz egy főzőverseny, ami nem főzőverseny, hanem környezetvédelemhez kapcsolatú módon zöld ételek készítése, melyről saláták, gyümölcssaláták. Az alapanyagot adjuk. Tessék? Pánó! Azért arra gondolok, mert főzési lehetőség nem lesz, hanem nyers kell készíteni. És hát gyakorlatilag ezeket díjazunk. Természetesen a főtétel azt hiszem a kukásautóhúzó verseny lesz, ahol egyébként civil szervezeteket is meghívtunk, tehát nem csak 3 vagy 4 csapat lesz itt a képviselőkből, hanem a lakosság bármely csapata összeáll 5 ember akkor. El kell mondjam, hogy a legnagyobb kukásautónkat kell elhúzni 20 héter időre, de kipróbáltuk, és nálunk 2 kukás ember el tudta húzni, úgyhogy itt csak az idő számít. Hát nagy tisztelettel arra kérném a Szigetre Miklósiakat, elsősorban a képviselőket természetesen, hogy vegyenek részt ezen a rendezvényen, és természetesen elsősorban a kukásautózó versenyen. A fő szervezőnk az természetesen a biológusra, nála kell jelentkezni mindenféle ügyben, főzőversenyre, mindenféle egyéb versenyre, mondom, meg fog jelenni írásban is, és meg fog jelenni a médiában is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, csapatunkat meg fogjuk szervezni, és a további pontosítás fél a képviselőtestület szervezését.
képviselő testület közösségi felügyelő megoldása, mindenki vagyonról szóló törvény, 11-es paragrafus 19-es bekezdése szerint rendkívüli felmondási ok, további felmondás szerint vállalásokat is kerüljenek a felügyelőre, arra vonatkozóra, hogy kell-e a vonatkozatra tenni a nyertes pályázat részvételi szerződésre. A bizottságnak a módosításokat, annak a felül apró módosításokat és szerződésre vezette korrektúrát, átvezetésre. Továbbá hosszabályváltozásnak a szerződés időtartamát 15 évvel állít meg. Kérdezem a előterjesztőket, kívánnak-e hozzászólni kiegészítést tenni? Úgy látom, nem. Tisztelt testületi a szó, haladásnak is elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm a szerződésnél egy ajánlat érkezett, ezt sem tetszik nekem, de akkor legyen. És a haszonbérleti szerződésnek én a bérleti díjat nézem, hogy 15 helyezésig 100 ezer forint, azt követően még 200 ezer forint lenne. Én úgy gondolom, hogy ez a 200 ezer forint, ez alacsonynak tartom. Már csak azért is, mert mint azt feltételezni, hogy a sportterületek az üzemeltetés, amit elhoznak én, és ezért nem is lehetne magasabb előtelre számolni a hivatalnak. Aztán még azt szeretném hozzátenni, hogy a legjobb jó cselekedetem tényleg a játszott végezőből, mert Bercónak nekem sportpálya lenne a legjobb jó cselekedetre. A másik meg, hogy azt ne felejtsük, hogy a saját terüléjük, ez mindenképpen a különbség. Visszatérve a sportpályára, tehát itt 5 pályára beszélünk, ugye 3 lennek, 2 kicsi. Hát én bízom benne, hogy ezt fel tudjuk tölteni élettel, tartalommal, miközben tudjuk azt, hogy most ott a nyugodtan, vagy a kisiskolában, egy kisiskolában, tudjuk azt, hogy sport teremben, sport szobában, sportszobában játszanak, vagy tartják meg a tornáját a kisiskolásoknak. Ők például egyébként nem fognak tudni megkapcsolódni egyik ilyen sport létesítményesen a kisiskoláknak, az útban, ahol a szomszédságban kellene a tornaterem, de más irányt teszünk, úgyhogy ezt nem tudom elként támogatni, és legfőképpen mondom azért, hogy egy pályázó érkezett, és 200 ezer forint lesz az üzembehelyezés követően a haszonbérleti biztos alacsony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő asszony. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy ez már nem kerül újra a képviselő testület asztalára, de már megint így van. És éppen ezért, mert úgy érkezik, hát én is szeretném összefoglalni a álláspontomat. Ugye, ha jól emlékszem, azzal indult az érvelésük, hogy ez a több száz milliós ingatlan csak sport célra lehet felhasználni. Ezen idegették úton útfélen a polgárokat, még a sajtó jeles munkatársai sem voltak képesek utána járni, hogy jogilag annak sem lett volna akadálya, ha épp azt értékesítettek volna. De ez az önök felelőssége. Emlékszem arra is, hogy menet közben született az SZTK részéről egy olyan pályázat, az első pályázati fordulónál, hogy önerőként szerette volna ezt az ingatlant megkapni, és vállalkozott arra, hogy évi 53 millió forintot fizet az önkormányzatnak a védelá, melyében tervezték. Gyakorlatilag fölértékeltették ezt az ingatlant 780 millió forintra. És tulajdonképpen most már időközben az is kiderült, hogy ez az értékbecslés a 780 millió forintra, ez egy humbug összeg volt. És lényegében a saját kormányokat akarták megvezetni. Istenem. Na, most már ezen is túl vagyok. Annyit látunk, hogy az SZTK-nak ez 200 ezer forintot ér meg. Vagy az ingatlan használata élete. De most két szempontból érdekes. Egyrészt, mert tudjuk, hogy a futball nem csak egyszerűen egy sportág, hanem egyben egy üzleti
hanem egyben egy üzlet is, esetleg egy jó üzlet is. Főként, ha belegondolunk, hogy a jelenlegi politikai vezetésnek milyen elképzelései vannak. Számtalan embernek ültet megélhetést biztosít, nagyon komoly jövedelmeket, karriereket, mert nem sorolom tovább. Magyarán ki lehet mondani, hogy bizonyos értelemben mi egy sportvállalat feltőkésítéséről van szó, vagy arról beszélhetünk. Másrészt az is érdekes, hogy ugyanazok érzik a pályázatok, vagy a pályázók, akik itt a döntéshozó testületben is kint vannak. Magyarán a pályázó elnöke egyben a képviselő tagja. És ön, mint képviselő személy szerint képviselő úgy érzi, hogy 200 ezer forint egy évre egy méltányos összeg, egy több száz millió forintos munkat választanak a fájér. Tudom, hogy megszavazzák, rendben van. De kérném akkor, hogy nyissuk ki a napirendi pontoknak, tehát a 10-es pontot, és vegyük napirendre, hogy a tudatunk a Városfejlesztő Kft-nek, hogy üzemeltesse majd a sportcsarnokot, akkor javasolni szeretném benne, hogy a sportcsarnok működési költségeiben ne számoljanak a civil szervezetek bérleti díjaival. Ugyanis a civil szervezetek, több civil szervezetekben is folyik utánpótlás nevelés. Tudom, hogy vissza fog jönni a táncolólányokkal. Igen, 600 kislány táncol a városban, és azok nem kapnak semmi támogatást, vagy pedig ott is a utánpótlás nevelés, a boxolóknál is, a nyilkózóknál is van, bárhol. Tehát ha az SZTK-nak jár az ingyen önkormányzati vagyon, akkor másnak is, mert így az igazságos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, csak annyiban szeretnék reagálni, képviselni a gazdaságére, mert egyszerűen össze-vissza beszél, hogy akár képviselő, akár a képviselőasszony tudja, hogy mennyibe kerül egy hektár mezőgazdasági ingatlan bérleti díj. Azért kérdezem, hogy csak ki van magatok. Ez építés. Nem jó, de nem mondjuk meg, hogy mi. Nem mezőgazdasági célra fogja használni. Úgy van. Bocsánat, mezőgazdasági területet szeretnék haszonbérbe venni. Milyen mező? Csak lassabban elnézést, megadom a szót. Köszönöm, és csak ezt a kérdést szeretném mondani. De én nem mezőgazdasági, de egyelőre én vezetem a testületet, és addig tisztelettel kérem Dunyáját, hogy tartsák be a szabályokat. Képviselő föltett egy kérdést, képviselő aztán a kíván reagálni. Akkor a konkrét kérdésére, a bérleti díj fizetésének, vagy a haszonbérleti többféle módja van, többféle lehetősége, de ön nem szántóföldként fogja ezt a területet műveltetni. Tehát ön azt kérdezte, hogy egy szántóföldet nem erre fogja használni. Tehát ez a módszer elejé, ez nem jó a 200 ezer forint. De még hozzáteszem, a 200 ezer forint 15 év alatt az infláció elviszi. Minimum az kellene, hogy az inflációval évesen emelve, vagy euróhoz kötni, vagy valami. Gyakorlatilag a 200 ezer forint nincs tud érni az 10 év után semmit. Úgyhogy, de ez a részletek, a lényeg nem itt van, hanem az, hogy feltőkésítünk egy céget, és más fiatal gyerek, kisgyerek az meg nézhet a szem alá, hogy ő meg nem kap semmit. Mindent a futball elvisz. Ez a probléma. Ez nem igazságos. Örülök egyrészt, hogyha sikerül nekik, nem ellenrukkolj vagyok, mert az is kell. Csak az igazságoságot nézzük, hogy akkor más is kapjuk. És ne addig, hogy 40-50 millió forint évente, a jelenet is kisportpályára, nem tudom, mennyit fog igényelni majd utána. Megépül ez a nagy, és a gyerekek meg kapnak 50 ezer forintot. Hát itt a problémám. Oké, mielőtt képviselőnek eladom még egyszer a szót, mert én mondom azt, hogy ilyen a sejtár, amikor területen van jelölve bizonyos hasznosításra, tehát a testület döntött, hogy sportfúzó hasznosításra szeretnél a területet igénybe venni. De ez csak egy önmagában egy testületi döntés, ezt még semmilyen más döntés vagy lépés nem követte. Ez a terület, ami szájtóforként funkcionál, ami az mindenétől és a többi esetén. Ilyen esetben, ha mondjuk, ez a konkrét eset. Hogyan szerződés, hogyan számolozza, hogyan lehet bérlelni egy ilyen terület? Szájtóforként, vagy ipari területként, vagy hogyan? Különleges.
lakosság változása engedélyezése esetén be kell fizetni a földvédelmi járulékot, ami jelen esetben 60 több millió forintos összeg, illetve a beruházás megvalósulását követően változtatja meg a földhivatal a művelési árat. Tehát ez mindaddig termékről marad, tulajdonnak szerint, ameddig ezen a beruházás meg nem valósul, és az házavételi engedélyt nem kap. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy szántóföldön saját beruházásból művelési árat, tehát felépít valami beruházást, az nem terhet, azért ne büntessük már a szántóföld minőségű földtől eltérő bérleti díjjal, mert valami lépve volt. Olyan dolgot az létre, ami ráadásul a városi volt. Oké, tehát ez úgy lehet, hogy a válasz lényege, ha jól értem, és meg fognak számolni a választ, hogyha jól értettem, akkor... Akkor mivel ez szántóföld jelen pillanatban, az más kérdés, hogy milyen célra van kijelölve, meg milyen célra lehet ezt egyébként, hogy nem lehet más célra használni. Jelen pillanatban a szántóföldet fogja. Így 100 ezer forintot fizetnek addig, ha elkezdve az évre, akkor 500 ezer. Képviselő asszony, nyom egy gombot, meg fogom adni a szót. Bocsánat. Utána mind a 15 képviselőnek ugyanúgy meg van gombot, de lehet beszélni. Most csak ő válaszolni, a szántó között vélemény. Igen. A hektár mindig 62 ezer. Az 62 ezer. Nos, az elején kezdem, azt találtam mondani, hogy képviselő asszony elég össze-vissza beszélt, az elején azzal kezdte, és így belekevert médiát, hogy ezen minden, ennek a területnek a szabályozási terv alapján is ezt meg tudja nézni, ez nem kell máshol lenni és figyelni a várost, ezt itt is meg lehet nézni. Ennek a területnek most célra történő kiegyezése megtörtént a szabályozási tervben, ez kisajátításra szerezte meg a várost, bizonyos konzekvenciák nélkül ezt nem lehet értékesíteni, mit a tetszett mondani, de csak fogjuk is avagyjuk. Tovább lépek. Az, amit itt az előbb megemlített, hogy 100 ezer forint és 200 ezer forint, akkor elárulom, hogyha nincsenek tisztában azzal, hogy milyenek a földbérleti, termőföldbérleti díjak, Szigetszentmihalváron is szerintem országos szinten. Többféle módon bérelni a földet, vagy úgy, hogy nem is fizetnek érte semmit, és rendben tartják termőföldet, vagy a föld alatt támogatják bizonyos százalékát összeadni. Ez eljel közel olyan 25-30 ezer forint körülbelül hektáronként, meg bizonyos szinten gabonába határoznak esetleg meg, hogy mennyi. Én úgy gondolom, ezt a 6 hektárért, hogy csak 200 ezer forintot, és 200 ezer forintot, és a létesítmény üzemidejének 20%-át térítésmentesen felállítja a városnak, én ezt úgy gondolom, hogy ez az összeg a 200 ezer forint készpénzzel felül megközelíti az 1 millió forint között van. Az, hogy összetetszik keverni a haszonbérleti jogot és a haszonbérleti szerződést, ez tudom most elé, nem mondok semmit, hogy ez mit mutat. A lényeg, hogy attól függetlenül, hogyha itt megvalósul ez a beruházás, az önkormányzat tulajdonára kerül, és még emellett az Egyesület úgy gondolja, hogy még fizetés 200 ezer forint bérletdíjat, én nem tudom, hogy ezt miért kell olyan nagyon rosszán megnézni. A másik dolog pedig én nagyon szívesen javaslom a képviselőtestületnek akkor, hogy ebből 6 hektárból különítsünk el egy 5000 lépet, egy 1 hektár, és én nagyon szívesen megszavazom, hogy a táncosok csinálnak rajta, mint akarnak. Semmi probléma nincs ezzel. Én úgy gondolom, hogy lehet ezzel ellen ágálni, lehet azt mondani, hogy ez nem jó üzlet, lehet azt mondani, hogy másnak kell a támogatás, és talán még azt is a figyelmünkbe ajánlom, kedves barátaim, hogy
Nem áll. Adnak pénzt, ezt a pénzt nem használjuk fel, akkor nem használjuk fel, akkor nem csinálunk semmit, így marad ez a terület, és megbüntetnek bennünket. És a polgármester úr a képviselőtestület döntés alapján közel 50-60-80 ezer forintért minden évben lekaszállítja. Egyszer. Akkor pedig visszaadja a vadászoknak, hogy legyen rajta vadkezdő. Ez a történet az egésznek. És akkor mindenki kezdve meg lehet ítélni, hogy melyik hasznosítás kedvező. Az, hogy a képviselő összekeverte egy kicsit a teremben való tornázás, meg a labdarúgó pályáknak használtak ezt a tapasztalatlanságának tudom be, de ezen túllépek. Én úgy gondolom, hogy ha sikerül ezt megvalósítani, bár a kormány elég sok mutatót tett ebben az egész dologban, úgyhogy hogy van benne bőven, tehát az ellenünkereknek azért van esélyük, hogy a végén már egy kicsit nevesenek, remélem, hogy ezt tudjuk jutni. És ha meg tudjuk valósítani ezt, hogy úgy gondolom, hogy a városnak csak jöttem. Köszönöm. Kettő. Csak az első találatok, itt van egyszer a 40 ezer forint per hektár, Mátészak a 144 ezer hektár, folyamatok több is, hogy nem is akarnak folytatni. Itt 62. Itt 62. Úgyhogy nem akarom folytatni, ezt elmondtam a véleményemet, nem fogom találni. Már csak azért, hogy azt sem tudom elmondani egyébként, és ez minden felületben nem tudjuk, hogy olyan támogatási forrásokat jussanak önkormányzati képviselők, akik egyben ugye döntést is hoznak, és ők is érintettek ezekben a fejlesztésekben, teljesen mindegy sportban bennem többet. Ezt erre nem tudom, az országgyűlésen tette a jövőkényítésre a korlátozásoknak a visszatérhetetlenségnek. Természetesen ezt leszavazza a képvannak. Itt is ugyanaz a felállás, attól figyelmen a gondolatban az ez, és ezt a haszonbérleti ügyet támogatni. Köszönöm szépen, képviselő. Ha egy gondolat, aztán elmondja a feladatot. Mondjad már, nagyon jó hallgatni. De mondjad már, nagyon jó. Oké. Képviselő azt mondja, viszont hallani fogjuk most. Képviselő, higgy el, hogy nem elhelyünket vagyok. Nagyon tudom, hogy nagyon sok pozitókkal sem vagyok, ha őszintén. De nem vagyok az neked ellenére bácsoskodó. Sikerült. Tudom, hogy sokat dolgozik rajta. Itt én a hangsúlyt arra tettem, hiszen most őszintén teljesen mindenki ad 200 ezer forintot évente. Akkor, mikor 45 millió forintos támogatással vezették el. De akkor most nem 40-et fog adni, hanem 39.800-at. Teljesen mindegy, ha így veszünk. Hanem az igazság van az. Elég sokat felhívatott. Nagy befektetés, miért ez azért lefaradt a 200 ezer forintot? De ezt mondom, hogy nem ezen a valóban okuljon a 200 ezer, mert most... Oké, tessék valamit. Tehát ezen lépjünk túl, hanem azon, és itt van a kutya elása, hogy igazságtalanul sokat kap az önkormányzati vagyonból, a futball arányaival többi kevesebbet. Így akkor soha nem tudják, hogy hol ér az SZDK-t, hiszen ha ezzel egyik világnak adok egy pohár vizet, a másiknak képzőket, akkor persze, hogy soha nem tudnának nőni az SZDK-t magasságáig. De akkor nekem is gazdasági bizottsági elnöknek kell lenne, meg még egy pár havernek a testület között, hogy akkor meg haver szavaz már meg. Tessék meg tovább. Ebben igazán. Ezen dolgozom. Ez jó válaszok már. Köszönöm, de ez jó válaszok. Tudod egy képviselőt? Köszönöm. Ezt a toflát ezt fel kell. Köszönöm szépen. Próbálok már egy ideje megérteni a problémát. Péter Ágonyi, amit biztos tudja.
Én egyet szeretnék mondani, nagyon remélem, hogy sikerül megvalósítani a beruházást. Sikerült megvalósítani a beruházást, valóban létrejön, és úgy hasznosul majd, ahogy azt eltervezte az STK és hát maga a város, hiszen nagyon fontos volt az a mondat, hogy ez a városi maradt, itt valósul meg, és per pillanat ez egy szántóföld, ami úgy gondolom, hogy bármit legyen, és nagyon remélem, hogy Petsz Péter aggályai nem válnak valóra, és többször elmondott, nem ellentőtől, de esetleg nem annyira ennek drukkolók sem. Jó bulást kívánok. Ülhetnek majd öröm ünnepet, és annak örülhetnek, hogy esetleg nem valósulnak. Szóval kívánok. Köszönöm szépen. Azért egy dolgot nem állják, hogy nem csak egy dolgot, remélem szerint mindenki komolyan veszi munkát, és elolvassa azt, amit megkapta. Remélem, hogy lehetett az egyik. Nem az, hogy ezt tudni kell mindenkire. Valaki nem olvassa, nem veszi össze, hát ez rendben jó. Vagy esetleg szándékosan nem azt mondja, hogy lesz. Kármok, köszönöm, ahogy a Péter kérte, én is szeretnék kérni, hogy szeretném kérni, hogy maradjak ki a szavazásból, ugyanis itt okokozati összefüggések vannak, mert összefüggésbe hozták az esztétát, meg a táncosokat, akik tőlem fognak teremvér, tehát oda jönnek, hogyha minden igaz, de ezzel vannak egy másik, tehát az esztétát nem ügyi a táncosokat. Köszönöm szépen. Nem tudom. Nem intézményben lehet lefordítanak? Szavazásra teszem fel a kérdést, mert ki az a rendetet, hogy képviselő úr, ne szavazunk, hogy kizárjuk, azt természetesen azt állítsuk. Kizárt minden. De most még szavazunk. Jó, cigány kettő ember elfogadhatnák, Veszkőt is előtt, hogy nem vesz részt a szavazásban. Kizárt vagyok, kiszavazott. Papista lelépett. Jó, nem lesz lesz a papista, amely hiszem, hogy az ellenni szállt a városnak belőle. Aki egyetért azzal, hogy zsarlékosan ne szavazzon, és zárjuk ki a szavazásból, az most igen. Én pedig azt mondom, hogy egy ismételt Fidesz pontot, és
és a Városhelyi Kft-nek adjuk ki, hogy a sportcsarnok költségvetésében tervében ne számoljon a civil szervezetek bérleti díjával, ott is rengeteg a fiatal, és ott is folyik utánpótlás képzés is a vesztétlának jár. De arra nem járt. Majd, hogyha eljön az árok, akkor szabadunk adni. Ez nem lehet a árok rendszerhez tartani. Így lesz. Én úgy érzékeltem, hogy módosító javaslat nem volt, ezért az előtti határozati javaslatot teszem ki a szavazásra, azzal, hogy én kiegészítettem. Igen, egy nem, kettő tartózkodás mellett elfogadásnak nem. Köszönöm szépen. 13-as napi rendi pont Szigetszakos, Ádám Jönő, Sétány, Egyedemű, Kiszonyítős, Egészen, Önkormányi, Utatlan, Tulajdonjúi rendezése. Állítottuk meg tisztelt a testületet, hogy az előkülesztés a GB, a pénzügyi bizottság tárgyalta, mindkettő a határozati javaslat elfogadását megosztott. Kérdés, vélemény szerint a partneri javaslatot, hogy az előkülesztés a tartottam. Ilyet nem látok, hogy látok. Az lenne a javaslatunk, hogy valamennyi Ádám Jenő sétánnyal kapcsolatos ingatlanak a rendezési ügyét, meg a rendezését felítek ebből a napirendből, és csináljuk egy csak nem tudom, hogy ők kommunikálnak külön, akkor nem tehát, és nézzük át konkrétan az állagyönösségben, hogy így volt a múltkoriban nagynény kérése, és tehát több olyan ingatlan van, amit szerintem egy karabatérművel is nézően mindenkinek a baját egyszerre. Mondjuk sok paraszt megújtva, és sok kérés, és ne külön-külön rendezzük. Hát ez a tulajdonos esetleg azt a lejárót megszüntetjük, és megvásároljuk hozzá ezt az ingatlan. Tehát én ezen még mindig dolgoznék, nem hagyhatat a bennünket. Vegyük el inkább, és később töntsünk meg, mert akkor közösen átnézzük. Oké, köszönöm a részvételt, Vászlékesedő úr. Köszönöm szépen. Csak egy kis kiegészítést szeretnék elmondani a témához, mint pedig azt, hogy a törzsági bizottságunkból megtárgya ezt a kérdést, csak annyira, hogy ez nem a lejáró leadásról, hogy erről szólt, ez egy kicsit más, de átvágta ezt többére, hetére a gazdasági bizottság, és úgy jutott arra javaslatra, hogy ezt a területet értékesítse az önkormányzat, hogy emele a korábban térfogásra tervezett Dunaparti elképzeléseket úgy folytassuk, hogy konkrétan a lejáratokkal kapcsolatos terveztetést el kell kezdeni, és akkor itt most már ezen a szakaszon talán meg tudjuk azt oldani, hogy a pontosan ezelőtt a terület előtt égő területek, illetve a lejárók, melyik lejáróra van szükség, hogy van szükség, milyen módon tudjuk hasznosítani, ez a tervezés megindulna. Itt javasoltuk azt, hogy a képviselőtestület ebben a munkába vonja be a közvetvédelmi alapítványt, mivel az bebizonyította az alapítvány a sétányal, tanulmányokkal kapcsolatosan, hogy igenis erre a feladatra alkalmas, illetőleg ezzel kapcsolatosan olyan civil szerveződéseket, akik igazából ehhez hozzá szeretnének tenni, hogy ezt vonja be, és időben ez a munka. Az alapítvány alkalmasága, az alapítvány kezdje el, hogyha az alapítvány nem véletlenül ezzel a kérdésre, akkor legyen magának gyilkolnának, és ilyen értelemben akkor ezt hozzájuthatnak egy egyenletes egyeztetés után visszakerülnek a bizottsághoz, illetve a közvetlenül. De ne rönnyögött a történet, hogy azt akartam, hogy csak kiegészítésképpen, hogy ez kapcsán fölmerült az, hogy időben legyen munka, konkrét tervek alapján a lejárókkal kapcsolatosan, mivel ez lenni az esetben is kiderült, hogy így nem lehet mit tenni, mert egy olyan területet ezt oda tudjuk nyugodtan adni, köszönöm. Jó, rendben van, köszönöm szépen, ez a javaslatom, és a képviselő azt mondja, hogy egy ilyen.
módosító javaslat, hogy ezt sem tárgyaljuk, és nagyjából a két javaslatot összecsengetjük. Tehát a tiéd az, az egy részletes, de fontos. Az összecsengés, hogy azt mondja, hogy ezt nyugodtan megszavazhatja a képviselőtestület, az értékesítésre kerülhet, a többi az pedig a maga útján megy, ettől függetlenül. De a képviselő azt mondja, hogy ezt sem tárgyal. A tekintetben csengett össze, hogy ő is egy hosszabb távú egységes felelős, mert ő értékesítő azt mondja, hogy is egy ilyen pár javaslat. Csak te percig is szépen. Ezt egy ilyen döntésre. Jó, rendben van. Köszönöm. Én azért ragaszkodnék az elképzelésemhez, hogy belül és egybe tárgyaljuk, mert én előtte még a mai napig mindig nem tisztam, tehát a bizony a zavaros időkor 85-90 tud a rendszerváltáson, hogy mi történtek. Azt tudom, hogy egyesek nagyon kedvezményes ámra jutottak ahhoz Dunaparti terekre, az már önmagában egy bűn volt. Az akkori vezetés részéről, hogy a Dunapartot fölparcelláztatta, és szerintem ez megint egy magyar tulajdonság, de hát nyilvános nem szerintem. Fél-ázsiai, ugye a miniszterelnök ugye mindent várni, hát ott ázsiai állapotok vannak, vagy fél-ázsiai némelyik helyen valóban a koszfölülve, lekerítve a Dunapartig, a nárosig, a telkek, hogy ezt önök miért tűrik, vagy miért tölték ennyi volnát, de a másik visszatérve erre a terekre. Itt még mindig nem láttam, hogy miért nincs bejegyezve, vagy egyáltalán van neki építési engedélye? Nincsen föltüntetve a tulajdoni hapjának semmi. És az ahhoz, hogy most már akar nevelni ezt a telekhez? Azért, mert egy rendezetlen állapotot akarunk most gyakorlatilag eddig is szabálytalanul. Ő is azt szeretne. De szabálytalanul szerezte, öltöltött azt a tényleg. Törvényellenesen. És az, hogy visszamehetünk 1284-ig. Nézzen vissza is kell, de sok esetben. Vannak dolgok, amiket nem épülnek el, és a környezet szennyezés épp pedig, ahogy nem épül el. Tehát akkor kérdezek, az a ház hogy került oda? Engedélyért? Kérte felmaradási engedély? 99-92-ben kijött egy olyan törvény, hogy vagy megveszik, vagy pedig 200 ezer forintot, vagy mennyit évente bérleti díjat fizetett. Fizeti a bérleti díjat azóta is az ember? Meg a többiek, akik pedig ennek éri? Hát polgármester nem kíváncsi a földre, hogy mi történt itt. Ez a város, hogy mindenki halászkodta a terveket magának, és akkor még föl is tölti. Kettőnk közül higgyel, hogy én jobban kíváncsi vagyok, meg jobban ragaszkodom a gyökereimhez, hiszen én nem hagytam el azoknak a helyét, az eredőjét, a tapadási helyét. Ezzel nem szeretnék sem kérkedni, sem dicsekedni, sem elmondani. Ma meg sokan el kell, hogy menjenek az országból, mert ilyen állapotok vannak, hogy nem megy a gazdaság, nem ő miatt, hanem ugye, ha ő arra utat, hogy én elhagytam a hazámat. Én nem utalok sem. Te arra utat. De ma meg kénytelen, ugye nagyon sok fiatal elmegy, itt a probléma, és ezt oldjuk meg. És akkor ne hajtsunk leptet az ilyen dolgokra, és hanem tessék kideríteni, hogy az ember föltöltött egy jogtalanul a Dunapartot, odaépített egy házat engedély nélkül, se felmaradás nélkül, semmi, és akkor mostan adjuk neki el. Nem hagyom magam, ez a második jelentős próbálkozás, megint be akar vinni engem az erdőbe, most a Nádasba, észszerű legyek, de nem hagyom magamat. Haladjunk az eredeti napi rendjét. Választási kampányra volt, polgármesternek ez. Nem kellene találni, hogy arról, hogy nem volt az eredeti. Esetleg 100 évben. Nem én kezdtem, kedves képviselő asszony. Tessék visszahallgatni a... Minden tudomásról veszek, majd ha megadom a szót, akkor meg fogom hallgatni. Magosan nem fogok maradni senkinek, ha bárhatnak megvédje magam, és nekik szeretném. Tisztelt képviselőtestület! A Gazdasági Bizottság először tárgyalta ezt az ügyet. Az első tárgyaláskor különböző olyan körülmények merültek föl, amelyek alapján nem tudott a bizottságot dönteni, ezért azt kérte hivataltól, hogy mérjék föl pontosan ennek az ingatlannak a határai, mi került föltöltése, nem a véletlenül a mellette lévő lejáróba vettek el. Ezt megtette a hivatal, tehát a második tárgyalási napon, amikor elé került az anyag, akkor a hivatal részéről nem csak maga a fizikális rételnek, a tereknek, hogy hogy van, mint van, miként van, hanem a jogi része is teljes mértékben, én úgy gondolom, hogy tisztázásra került, elég kerültek azok a szerződések, és úgy emlékszem, hogy a képviselő azt mondja, hogy mind a kettő bizottságülése jelen volt, elég került, és ott mindenki megnézhette, hogy milyen folyamatok vezettek oda, hogy ez az osztatlan közös tulajdon kialakult.
Én úgy gondolom, hogy az előbb képviselő azt mondta, hogy két év alatt 20 év tudását magának, hogy szintén. Most ott van között tulajdon, vagy nem? Egy bűvel sejtődően elkormányzom, hogy ezt a meg tudja érteni, és tudja, hogy miről szól a történet, és tudja dönteni igen, nem, vagy nem, mert tudjuk úgy, hogy nem lesz, de ettől függetlenül nem igazán nem tudta ezt fölfogni épp észre, hogy hogy működik ez. Azt értem, hogy értem, hogy köszönöm szépen, ennyit szeretném volna tehetnek elmondani, hogy kettő bizottságülést használt erre föl, hogy megnyugtatóan úgy tudjunk erről dönteni, hogy ez a helyén legyen. Köszönöm, ennyit szerettem elmondani. Köszönöm szépen, Barabás. De egyben egyes, akkor hogy? Nagyon sokszor visszajön ez a probléma is, és nagyon sok minden ide kapcsolódik, mert ugye ezek haszonbérleti szerződés volt, voltak, és egy csapás, hogy a rendszerváltás lett a szocialista korszakban, egy kormányrendelettel tulajdon szereztek azok, akik beépítették ezeket a telekeket, és ezek is mindig visszakapcsolódnak ide, és ezeket a szerződéseken bizony, ha jól többet is láttam, gondoljuk, ezeket a kiutaló haszonbérleti szerződéseket, aztán most tulajdonosok lettek ott, és mindig kérik a hivatalt, hogy jegyezze, hogy ahhoz, hogy bejegyezze a földhivatal, adjon hozzájárulni. Ez is egy ilyen problémás tör, de ami érint itt a Dunaparti telkeket, én azt kívánom, és valóban Beckéten igazad, hogy ez nagyon sokszor visszajön ez a probléma, és itt keresünk erre megoldást, hogy mi legyen arra a kérdésre, hogyan adjuk választ, hogy az emberek lejuthassanak a Dunapartra is. Amikor jönnek ezek, szépen megbeszéljük itt elméletben, hogy persze mindenkinek az a célja, hogy egész testet azon dolgozik, hogy mindenki ne jusson a Dunaparton, minden egyes ember hozzáférhessen a Dunához. És mégis, mikor előjönnek ezek az egyes kérdések, akkor valahogy nem tükrözi azt az álláspontot, amit én itt ezeknek többször megmutatom, hogy az ősebb, meg a pénzügyi, meg a képviselőségi ülésen hallok. Én visszamennék az alapokra, ezekkel a kérdésekkel nagyon komolyan és precízen foglalkozni kellene, hogy egyáltalán mit akarunk a Dunaparti telkekkel. Ha megvan ez az elhatározás, akkor szívesen erről már egy olyan döntés, ami kötelező érvényű, és amikor felmerülnek ezek a lehetőségek, hogy egy Dunaparti telket valaki beleáll, akkor azonnal lecsapva, azonnal kivásárolhassuk azokat a területeket, amiket mondjuk a szocialista korszakban a véleményünk szerint egy rendkívül rossz jogszabályon átjátszottak azoknak az embereknek, akiknek annak idején tiltották. Ez is egy csapásra, ezt a kérdést én mind rendezni, és nem is tudnék elképzelni más megoldást, ahogy az emberek kiutatnak a Dunához. Minden erővel azon kell lenni, és nem elég a cél ez az elhatározás, hanem a technikai is követni kell lenni. Oké. Nem tudom, hogy képviselő asszony, vagy képviselő úr nézték a rajzot, a előtteresztéshez tartozó rajzot? Képviselő az értéket, ő nagyon összefoglaló. Jó, de ez az, hogy én értem, hogy általánosságban beszélnek, vagy a általánosságban beszélnek, persze az a szeretet, vagy politikát visznek bele folyamatosan, szeretnének összehozni a topakokkal, azonban azt az egyszerű akkor tényleg nem veszik figyelembe, hogy itt az egyik helyen tulajdonképpen ez így van zárul. Tehát nem is lehetne, nem alkalmas arra, hogy nem is alkalmas. Egyszerű akkor tény nem zavar senkit, hát akkor nem tudom, hogy miről beszélgetünk, de hát látjuk rajta, azt szeretnénk tenni Sallai képviselőtől és a irodavezető címszalak megszólaló mutatásától is, hogy most már csak és kizárólag megint a konkrétan a napirendben, mert megint folyamatosan azt csinálják velem, hogy általánosságban másra terelik a szót. Csak és kizárólag a napirendi pontról beszélünk. Képviselő. Köszönöm. Én meg se szólaltam, hogy nem prejudikáltad azt, hogy esetleg másra akarok véletlenül. Nem, semmi. A
képviselő asszonnyal is egyetértve, de tényleg, hogy a tárnána legyen. Ezt én, te nem szorulsz védelembe, de én azért 50-60 év történelmét most ne itt a testületi ülésen soroljuk föl, hogy ki mit csinált, meg hogy csinált. Jó, csak annyi, hogy ezeket a dolgokat, aki kideríti, az 50 évig fog 55 év megélni belőle. Csak ennyi is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erre van egy gyönyörű példa, az a tulajdonítási csapat, a Szigetszik Állán, ahol tudom, hogy vezetünk már a végén, aztán én azt fogok pontosítani, hogy jogászatőt fogalmazni, hogy tartós bérleti szerződés volt. Tehát tartós bérleti jogviszony alapján volt, nem azon bérleti szerződés alapján. Köszönöm szépen. Azért, hogy tartós pontosítás van. Szépen. Képviselő azt mondja, ez fenned volt. Harmadik. Akkor megszavaztatom. Aki egyetért azért képviselő azt mondja, harmadszor is szokt, aki most támogatja, fogadottál. Két igen, három nem már elfogadott a parancsolat. Köszönöm a kérdésem, és ez most a Julikánhoz. Gyakorlatilag ő is részt vett annak idején, ahogy látom az aláírásokat a Teleki út aláírásokban, és már látjuk, ahogy a Sala is mondja, hogy 50 év kellene, vagy nem tudom, állítvény, mi se kibogoznak, hogy mi történt akkoriban, és milyen káosz. Mert önök is beismerik, hogy ez egy káosz, amely kialakult. Julikától legalább egyetlen egy elnézést kérni. Gyakorlatilag önök most is ott ülnek azzal koalícióban, akik szintén részese volt ennek a gyönyörű időszaknak. De a Julikától el lenne várni legalább. Ennyi munkát meg bajt okoz mindenkinek, ilyen értelem, hogy ez a terek ilyen rendezetlen, a többi is, legalább egy elnézés. Igen, részese voltam, hogy ilyen így alakultak ki akkoriban azok a helyzetek. Kivinek volt részese abban az elmúlt időben, ezt talán önnek egy személyben nem tudtam jogai gyermekben és meghatározni, és bárkit is köszönjük meg egy elnézést kérdésre. Értem én, hogy a képviselőknek megvan a véleménynyilvánítás, az a joga, de azt gondolom, hogy ez egy határtárgy, ez az én véleményem. Úgyhogy nem vagyok jogász, és Budai László nyomott egy pirossal, remélem, hogy ügyrendi. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy polgármester úr elmondta, ezért nem fogom megismételni a legutóbbi hozzászólással kapcsolatos véleményt. És mivel azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon távol van a tárgytól, kérem, hogy szavazzunk ebben a kérdésben. Zárjunk valami tárgyi szavazni. Természetesen a helyzetén tűzői képviselő szavazni, hogy jelent a támogatást. Hát, mert ilyen kopát. Kivánc, igen, nem egy tartózkodás mellett szavazni fogunk, de még előtte már jelezte a kormányzati asszony, hogy szólni kívánok, úgyhogy a kérdés szokban a tisztelt képviselő asszony, kérdésének megfelelően nem kívánok elnézést kérni ezekért hát, a szerintem se kell. A konkrét ügyben hibáztam, és ezt önbizonyítja, akkor természetesen is, ha hibáztam, akkor elnézést fogok kérni, általánossággal nem. Teszem ezt azért, mert itt szeretném pontosítani, azt hiszem, hogy a ön véleménye, vagy Barabás képviselő véleménye volt, aki azt mondta, hogy 1985 és 90 között a rendszerváltás idején mentek ezek a kiutalások és ezek a rendelések. Szeretném pontosítani, hogy amikor én 1967-ben kezdtem dolgozni a Sziget-Szentmiklós akkori községi tanácsnál, már ki voltak alapítva a Dunaparti ügylet partbérletek.
Mert közben az akkori kormány politikájának megfelelően különféle törvények jöttek, ennek megfelelően hol bérleti szerződések, hol tartós bérleti szerződések kerültek megkötésre az akkor érvényben lévő jogszabályok szerint, majd ezt hozták 1987-ben azt a jogszabályt, hogy a tartós bérleti szerződések átkerülhetnek tulajdonba, ha az ingatlanok rá voltak építve. Egyedileg kell ezeket az ügyeket vizsgálni, és akkor kell a felelősséget megállapítani. Természetesen önnek jobban van ezt kezdeményezni, én nekem általánosságban nincs miért elnézést kérni, én az akkori törvények szerint tudásomat felhasználva jártam el. Lehet, hogy vannak ügyek, amelyek ön szerint vitatottak, akkor azt vizsgáljuk meg, és állok el éppen, hogy ezt kivizsgálják. Köszönöm szépen! Vitát lezártuk. Képviselő asszonynak volt egy módosító javaslata, hogy vegyük a napirendről és komplexen kezeljük ezt a kérdést. Aki támogatja a képviselő asszony módosító javaslatát, az most kivennel szavazzuk. Kettő igen, 8 nem, egy tartózkodás mellett. Mielőtt megszavazhatom a jelölti határozat javaslatot, meg is mondom azt, hogy a tudósági bizottságának elmondta, a bizottságnak döntött, hogy ezt a konkrét ügyet támogatja, és azt lejáró tartozásait pedig egységesen kívánja vizsgálni, és majd aztán a vizsgálatot kezelni ezeket a lehetőségeket, hogy olyan lehetne mind a tartozat, minden több embernek, hogy könnyebben megfizetni. Ezek után kérdeztem az előadni határozatban javaslatot, aki azzal, hogy fegyetlen most számos a szavazatban. Nyolc, igen, három tartózkodás mellett elfogadása. Köszönöm szépen. 59-65-ös helyszám ingatlan részcsúlyozott adásvételt kérem a Rögyesen Bizottság megtárolt és határozati javaslat elfogadását javasolja. Kérdés vélemény szerintem van két, annak különbözően a kapcsolata. Mondjuk, hogy ilyen jelenlegényen rendelez, utána lezárom, határozati javaslat használható szavazás. Igen, tehát a tartózkodás mellett elfogadás. 95-ös napirendi volt. 97-80-os előszám ingatlan főhivatal történet átmenősítés. A Vajdasági és Közbizottság megtárgyalta, és mindketten jóvágyóan támogatják a tárgyalati javaslatot. Kérdésről lennék szerintem, van-e ezzel kapcsolatban? Ilyen jelenlegényeket nem nevezem, tehát lezárom, szavazom. Tizenet ezzel az igen vált elfogadásra. Köszönöm szépen. 16-os napjának volt támasztának, állított házőrök között érintési díj szabályzatának a jóváhagyása, hogy az egészségét tájékoztatom tisztelt testületet, hogy a Népfőbizottság megtárgyalta, és a hatja elfogadását javasolja. Kérdésében még szerint nincs, tehát lezárom a határozati javaslatot teszem a szavazásra. Javaslat feladatellátási szerződés megkötésében beszélve alapítványban
kiállítási fogok a bizottság az előterjesztés, a különböző megtárgya, és megtárgya a felkérdésen keresztül. Ez a bizottság szintén a felkérdésen is a hatányok magasak. Kérdés van, hogy ezt mondjuk, hogy van-e? Ilyet nem látok, a vitát lezárom, a felkérdésen teszek a felkérdésen. Tehát ez az, hogy
támogat. Pénzügybizottság őszintén ezt javasolja nekünk. Kérdés vélemény szerint már van-e? Ilyet nem látok, amit már bezártam, szubjektív kérdés, mindenki szubjektív véleményt alkothat, mindenki a képviselőtestület az előttes alapján szavazhat, igennel vagy nemmel. Az előterjesztés nyilván azt mutatja a pénzügybizottságé, hogy, hogy ezt itt hozottnak tartja. Köszönöm szépen. Tovább kérdés véleményt alkothat. Köszönöm. Lehet, hogy a jutalom abban nyilvánul meg, hogy az országban több településen nagyon instabil a helyzet, itt viszont stabil, és hogyha a költségvetési gazdálkodáson felül még fejlődik is a város, akkor megérdemlik a jutalmat. De most úgy tűnik megint, mintha a polgármesternek a bemondója lennék, pedig nem
nem szeretnék az lenni, de higgyék el, hogy az, hogy én azt mondom, hogy azon a nulla szinten felül teljesítünk, amit az országban sok település nem tud megtenni, akkor én ezzel indokolnám, és a pénzügyi bizottságban én is megszavaztam. Köszönöm szépen. Oké, köszönöm szépen. További gazdaszolgálási részemben nem elez. Viszlát lezárom. Szolgálásra köszönöm a lakmányi valósokat. Udalom valami esetében van, hogy nem csak rosszul. És akkor a második mindenében Viktor 300 mellett utalmának jegyetek, és a lakmányos is. Természetesen tisztítom azt, hogy igen, egy nem egy tartozkodás mellett elmondás. Köszönöm a kérdést, köszönöm a fogadásnak, és egy ilyen második mindenben Zutó 600-et aki ezzel egyetnek tűne támogos a szavazatával természetesen. Benne legyen, hogy csókosod vagyok, jó? Fönn legyen a mi városunkon túl, egy videófelvétel mutatja, hogy puszipajtások. És köszönöm szépen.